Hát szevasztok, gyerekek! Itt vagyok konkrétan így az erdő közepén, és hát már fél órája keresem ezt az elhagyatott helyet, amit így apukám mondott, hogy ez létezik, és végre megvan, úgyhogy hát picit para, de úgy bevegyünk. Tehát itt vagyunk, hát itt vannak itt van egy kis szemét, meg minden, konkrétan tiszta, ilyen ágas-bogas az egész. Úgyhogy mire itt bevergődtük magunkat, és itt van ez az épület. Para, de nagyon jól néz ki. Júj, bocs. Hát remélem nem lesz itt senkiben. Vagy semmi. Ú, bazzei. Mi a fasz van itt benn? Ez mi legyek? Hát mert világíts ide be. Aha. Adjad? Fú, tiszta izé van itt, halljátok, légyzsongás. Na és itt meg van egy ilyen rohadt mélykút. Hát ide már lehet, hogy egy-két embert már oda bedobáltak. Az a baj, hogy de annyira sötét van, hogy szinte alig látni valamit. Ja, megnézzük vakuval. Hát most bekapcsoltam a vakut. Hát jaj, egy kicsit izé para. Nem tudom, hogy ez mi lehetett, viszont flash. Na és akkor még egyszer mutatom. Ere. Itt van valami kút. Ere. Tudunk bele valamit. Aha. Hú, bazzik. Komoly. Egy ilyen jó békút van, és hát még egyszer mutatom ezt. Az a baj, nem tudom úgy messzebbről, mert ez teljesen ágas-bogas. Vigyázzon egy picit. Na hát, talán így tudom mondani. Igazából nem tudom, hogy ez a kis épület itt mi célt szolgál. Lehet, hogy így ide hozták az embereket, azt behaigálták a kútba, vagy nem tudom, itt vannak ilyen szép gumik. Úgyhogy ja, és itt nem vagyunk így az erdő közepén konkrétan, de legalább megtaláltuk, úgyhogy ez sikerélmény. Ja, még ott van valami, ez nem tudom mi lehet. Még oda megyünk. Nem, ez micsoda lehet itt. Ez mi az? Csak nem tiszta izé van. Ez egy izé. Csatorna cső. Aha. Na hát. Ennyi volt. Aztán innen ki kéne kecmeregni, és az a durva, jöttem pár lépést, és sehol semmi. Mert itt van valami kis földút, de tehát ezt kívülről észrevenni, az lehetetlenség. Biztos volt még itt valami, mert ott is látható egy ilyen kis betonplac. Hát, ezt megnéztük. Na, és még, hogy mutassak valamit itt az erdő közepén, tehát be se tudok ide menni, mert itt ilyen rózsa, meg minden van. Hát van egy ilyen kis építmény. Nem tudom, hogy pad, vagy mit célt szolgál. Nem tudom, itt tisztára csak fák vannak, bokrok. Úgyhogy, ha van valakinek ötlete, írjátok meg kommentben. Na jó van, gyerekek, köszönöm, hogy megnéztétek ezt. Ez most ilyen rövidre sikeredett ez a videó, de majd legközelebb bepótoljuk. Na, szevasztok!